egyetlen olyan ember sem, akinek valamely közeli ismerőse, barátja, szomszédja, rokona, munkatársa ne lett volna a pandémia érintettje. Ünnepélyes keretek között adták át a szekszárdi alsóvárosi temetőben elhelyezett emlékművet a koronavírusban elhunyt áldozatok emlékére. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt, nem szabad megemlékezés nélkül elmenni a két év viszontagságai és veszteségei mellett. Aki ide kilátogat a templomba, a temetőbe itt a főkapun keresztül, az gyakorlatilag megállhat, emlékezhet, és hát kegyeletét róhatja le a Covid-ban elhunytak emlékére. Dr. Bali Ildikó, a Balassa János Kórház fertőző osztályának főorvosa hozzátette, hogy a pandémia időszaka alatt kollégáival emberfeletti erőfeszítésekkel álltak helyt, és tették a tőlük telhető legjobbat, hogy minél több emberi életet megmentsenek. Az emlékmű a fertőző osztály dolgozóinak a kezdeményezésére jött létre. Amikor is úgy döntöttünk, ha már életet sok embernek nem tudtunk adni, akkor valami emlékhelyet biztosítsunk számukra, hogy bárki ismerős, ismeretlen arra jár, és megnézi ezt az emlékművet, akkor egy pár perces, vagy egy perces, akár egy gondolattal, akár egy imával tisztelegjen a holtak emléke előtt. Az ünnepség záró részeként Bíró László tábori püspök szentelte fel a kegyhelyet, és a jelenlévőkkel egy közös imádsággal tisztelegtek az elhunyt áldozatokra.